körzetszépítő akciót végeztek a lakók. A Dunaferres serőplabda csapata a Kecskemét ellen lépett pályára. Köszöntöm nézőinket, Önök a D+ TV híradóját látják. A Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hivatal vasárnapi közlése szerint az elmúlt 5 évben kevesebb, mint felére, 73 milliárdról 33 milliárd forintra csökkent a lakossági fogyasztók közműtartozásainak összege. A közlemény szerint a lakossági villamosenergia hátralékok 45, a földgázszolgáltatási hátralékok 75, míg a távhőszolgáltatási hátralékok 35%-kal csökkentek a rezsicsökkentés bevezetése óta. A távfűtéssel rendelkező háztartások teljes adóssága 2013. júniusában meghaladta 15,5 milliárd forintot, idén júniusban viszont alig volt több 10,2 milliárdnál. A rezsicsökkentés eredményeként az elmúlt 5 évben a magyar családok már több mint 1378 milliárd forintot takarítottak meg, közölte a MEC. Nagy Zoltánné, a 7. választókerület önkormányzati képviselője szombaton egy városrészi takarítási akcióra hívta össze a lakókat. A résztvevők a Gábor Áron utca 2-es számú lépcsőházánál gyülekeztek. Szombat reggel egy lakó felvetésére és Nagy Zoltánné, a 7. választókerület önkormányzati képviselőjének segítségével körzetszépítő megmozdulásra gyűltek össze a Gábor Áron utca 2 előtt. Nagy Zoltánné azt mondta, hogy korábban is szerveztek már hasonló akciót, amely szintén sikeres volt. Nekem is terve volt ez véve, de kellett egy olyan instrukció egy kedves lakótól, hogy induljunk el és szedjük össze ezen a mai napon, és reméljük, hogy a jó idő az nekünk segít. Ez, amikor én először voltam képviselő, akkor én megcsináltam az én körzetembe, hát remélem ez is sikeres lesz. A képviselő kiosztotta a szemetes zsákokat a résztvevők között, a délelőtt során pedig a szomszédos utcában is összeszedték a szemetet, megtisztították a környezetet. Muszáj ezt megcsinálni. Az a baj, hogy a szeméttel tele van ez a körzet is, meg minden. Jöttem végig ide, és valami borzalmas színészke város. Jó lenne, ha egy kicsit figyelnének az emberek arra, hogy ne szemeteljünk. Nagy Zoltánné azt mondta, hogy a jövőben is várja a hasonló felvetéseket a lakóktól, hiszen fontos tisztán tartani a környezetet, megszépíteni az utcákat és a parkokat is. A Magyar Nemzeti Bank közlése szerint még október 31-ig lehet használni a készpénzes vásárlásoknál a régi, 2017 előtt kibocsátott 1000 forintos bankjegyeket, mert október végén bevonják azokat. November 1-től már csak az idén márciusban megjelent ezresekkel lehet fizetni, és ezt követően a kereskedők már nem kötelesek elfogadni a régi címleteket. A be nem cserélt régi 1000 forintos bankjegyek nem veszítik el értéküket, mert minden bank és postafiókban 3 évig, a jegybankban pedig 20 évig díjmentesen beválthatók azonos címletű törvényes fizetőeszközre. Az NB1-es röplabda bajnokság harmadik fordulójában hazai környezetben lépett pályára a Dunaferres csapata. A tabellavezető kecskemétiek érkeztek Dunaújvárosba, hogy megküzdjenek a győzelemért járó pontokért. A röplabda NB1 harmadik fordulójában nem várt egyszerű mérkőzés a Dunafer fiataljaira, hiszen a tabellavezető Kecskemét gárdája érkezett Dunaújvárosba. A vendégek két győztes mérkőzéssel, míg mi két vereséggel a hátunk mögött álltunk pályára, így a játék esélyesei egyértelműen az ide látogatók voltak. Az összecsapás elején ugyan tartották a tempót a hazaiak, de két nyitáshiba után sajnos meglépett a vendéggárda. Először csökkent a különbség, majd egyenlített, sőt a vezetést is átvették a mieink, miután a dunaújvárosiak vezetőedzője Tomanóci Tibor időt kért. 14-13-as állásnál azonban beragadtunk, és 19-25 arányban megszerezte első szedgyőzelmét a Kecskemét. Akadtak szép labdamenetek a második játék részben is, de az etap végére kicsit elfáradtak a hazaiak, így végül 9 pontos különbséggel újabb győzelemnek örülhetett a Kecskemét. Az utolsó szett viszont nagy izgalmakat hozott. A hazaiak nagyon jól kezdtek, és egészen a játékrész közepéig vezetni is tudtak, ám végül a tapasztalt, rutinos játékosokból álló Kecskemét ezt a győzelmet is behúzta. A többieken éreztem, hogy egy picit elfáradtak. Én próbáltam spanolni őket, magamat, megpróbáltam minél jobban teljesíteni, azért ki is álltam nyitást fogadni is. Én ezt éreztem. Igen, kezdjük egy picit átlépni az árnyékunkat, hála Istennek, úgyhogy egy picit úgy néz ki, hogy a fejlődés útjára léptünk, de ez még mindig kevés ahhoz, hogy egy ilyen szintű csapat ellen nyerjünk. Úgyhogy szettekre lebontva,
Igen, az elején nagyon sok hibával játszottunk, nem tudtuk elforgatni a sort, pedig benn voltak a nyitásfogadásaink. Ott egy kicsit nagyobb önbizalmunk van támadásban, akkor én azt gondolom, hogy partival lehetünk volna még jobban velük. Igaz, ott voltunk velük 20 környékén, de hiányzott az a pici plusz, ami miatt megnyerhettük volna a szettet. Második szettben én azt gondolom, hogy ott egy picit lejjebb adtuk magunkat koncentrációba is, és az ellenfélnél több játékosnak a játéka feljavult. Viszont a harmadik szettre igen úgy néz ki, hogy egy picit megtaláltuk azt a csapatot, aki ezen az estén tudott játszani és partiba lenni ezzel a Kecskeméttel. A vezetőedző kiemelte, egy ilyen erős csapat ellen a rész sikereknek is örülni kell. A dunaújvárosiak nem pihenhettek sokat, hiszen szombaton és vasárnap is mérkőzés várt rájuk. A Diákhitel ZRT új, egyszerűbb, biztonságosabb és gyorsabb használhatósági lehetőséget ajánl az ügyfeleknek. A központ online szolgáltatása már okostelefon hitelesítő alkalmazással is működik. Az alkalmazásba való belépés egyszeri regisztrációt követően már elérhető, segítségével egy gombnyomásra generálja a szükséges másodlagos jelszót. A mobil alkalmazáson keresztül a hallgatók bármikor hozzáférhetnek adataikhoz, egyenlegükhöz, nyomon követhetik a pénzmozgásaikat, vagy informálódhatnak a hírekről a számlavezető rendszerben. Az új belépési technika hátteréről a diákhiteldirekt.hu oldalon bővebb információk találhatók. Következnek kiemelt híreink még egyszer, röviden. Körzetszépítő akciót végeztek a lakók. A Dunaferres serőplabda csapata a Kecskemét ellen lépett pályára. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Most időjárás jelentéssel folytatjuk, majd Hír Plusz című műsorunkban a Magyar Vörös Kereszt újabb akciójával foglalkozunk. Ezt követően Főceremóna érkezik Sportváros című magazinunkkal, benne a legfrissebb helyi sporteseményekkel. Tartsanak velünk továbbra is, viszontlátásra! Köszöntöm nézőinket! Kedden, október 23-án gyakran lesz erősen felhős az ég, szorványosan várható eső zápor. Az északi ország részben erős, néhol viharos lehet a szél. A leghidegebb órákban 2-4 fok lehet. Napközben 11-15 fokig melegszik a levegő. Változékonyabbra fordul az idő, így a fokozottan érzékenyek körében vérnyomás ingadozás jelentkezhet. A tartósabban felhős tájakon élőknél pedig fokozódhatnak a depresszív tünetek. Záporok idején az aszmásoknál mellkasi fájdalom, légszomj is előfordulhat. Kicsit ugyan hűvösebb lesz, de délután a melegebb tájakon migrén, fejfájás, koncentrálási problémák továbbra is előfordulhatnak. Öltözzünk rétegesen, növeljük a C-vitamin bevitelt, fogyasszunk sok zöldséget és gyümölcsöt. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!